Nektek a pacsirták, azaz Hortobágyi Ilonka és Déli Bábos Piroska. Szépen! Hortobágyi Ilonka. Igen. És Déli Bábos Piroska, hát ezek erősen művész névnek hangzanak. De nem biztos, hogy testvérek vagytok. De testvérek. De testvérek vagytok. Igen. Azért hogy átkötöttem? Nem érdekes. Nem érdekes. Honnan érkeztetek? Merre? Éltek, laktok, énekeltek. Zala megyéből, illetve Somogy megyéből. Az életetek elvált egymástól, ami azt jelenti, de még nem mentetek férhöz, vagy ilyesmi. De Piroska férhez ment. Piroska férhez ment, és ő maradt otthon. Nem, én mentem Somogy megyébe. Otthon. Ja, maga ment, illetve te mentél Somogy megyébe. Nagyszerű és rendes az urad? Rendes. Józan életű? Józan, igen. Jó van. Hazadja a pénzt? Igen. Nem ver? Nem. Jó van, hát nem, ezek... Viszont tüzet is volt. Na tessék, be tűzoltó? Igen, tűzoltó. Tényleg? Tényleg? Mert ugye mindent elhiszek, hát még a Déli Bábos Piroskát is, még a Déli Bábos Piroskát is befuszíltam. Mivel foglalkozol? Én vendéglátásban dolgozom. Saját üzleteimmel próbálkozok, mindig mással. Te is csinálsz valamit, vagy eltart az urad, vagy milyen helyzet? Én is csinálom, én viszont ügynököskedem. Ó, az hálátlan. Mit ügynökölsz? Én? Biztosítás. Fú, nem egyszerű. Van menedzseretek is, ne talán? Igen. Hanyad dőlök. Mennyi fellépésetek van egy évben? Az idén több volt, mint tavaly. Köszönöm, köszönöm. Tavaly több. Már megmutatkozott a biztosítási ügynök, ugye? Mióta szerepeltek együtt? 2006. Akkor jelent meg az első nagy lemezünk. De nem vagytok még kiégve. Hát még. Mit hallunk? A címe Fent leszek szerdán a Citadellán. Hey, nagyszerű, tessék parancsolni. Dalra kapnak a pacsirták.